Radics Ági már itt van velünk, hát nem kell mondani, hogy ő jós nő, szerintem minden néző. Igen, abszolút, úgyhogy mi ebbe is indulnak a vonalak, 0-35-15-9-3-99-es telefonszámon. Készülj fel! Igen, jobb vagyok, mint az Ékszer TV-t. De... Keverem a paklit, és most elsősorban nem feltétlenül azért, hogy megtudjuk, hogy az én életemben mi van, hanem azért, hogy megtudják a nézők azt, hogy abból, amit mi kirakunk, mit kell, hogy, tehát hogy értelmezünk egyáltalán a lapokat, és hogy mennyire kell azt 100%-ig komolyan venni. Meddig kevered, még elkopik? Hát ez azt mondta az Ági, keverjen. Amíg jól esik. Megkeverte. Amíg jól esik. Mennyi a realitás alapja magának a jóslásnak? Hát magának a kártyavetésnek, én azt szoktam mondani, hogy 70% a realitása. Az egy, nem egy rossz szabály. Nem rossz, de ott van a 30% szabad akaratod, amivel mindent megváltoztathatsz. Tehát egy kártyavetés csak arra jó, hogy utat mutat. Tehát tételezzük fel, mondjuk a kártya azt mondja, hogy sokat fogok utazni, vagy nem utazom, tehát nem utazom, és akkor a 30%-ban meg magamban megteremtem azt, hogy én akkor is utazni akarok, ezért elkezdek utazni, tehát akkor felrúghatom az egészet. Fel lehet rúgni. Ami érdekes, hogy a témák szerint fontos, hogy mennyire reális a kártya, mert például egy párkapcsolatot nagyon nehéz pontosan elemezni, mert az mindig két ember kell. Most lehet, hogy a sorsomban megvan az írva, hogy én ebben a személlyel egy életre nagyon boldog párkapcsolatba fogok élni, de hogyha a másik fél mégis elutasít, akkor nem tudok mit csinálni. Tehát, vagy vegyünk egy házasságot, hogy mondjuk valaki el fog válni, vagy ott van az új szerelem lehetőség, és most ha elválik, akkor új életet kezdhet, ha nem, akkor marad a régibe. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy aktuális pillanatot mutat, vagy... Igen, yeah. Többnyire a jelenlegi élethelyzetet mutatja, és maximum egy évet lehet előre menni, vagy tisztában látni. Olyan nagyon előre nem szabad menni egy évnél. Ez az kamu, aki valaki már 5-10 évre előre. Persze, nem lehet tudni. Hát egyik, hogyha most azt mondom valakinek, annyira szuper jó éved lesz, de az első bankot kirabolja, akkor az egészet felborítja. Lehet, hogy szuper éve lesz, ha nem kapják el. De... Igen, akkor lehet, de utána is nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy annyira befolyásolja a szabad akaratunk, a dolgainkat, hogy azért ezen nagyon sok tehát változtatni. De attól függetlenül, hogy az ügyfelektől szoktam mindig kérdezni, hogy kb. Hány százalék a realitása. És akkor onnan szoktam hallani, hogy 60-70, amikor már azt mondják, hogy 90, akkor arra már én mondom, hogy hát azért biztos nem, mert hogy saját maga is beleképzelheti azt, hogy fú, minden sikerült. És az a baj, hogy sokan azt mondják, hogy megpróbálnak úgy élni, amit a kártya mutat, és azt nem szabad. Hány éves kortól lehet elkezdeni jósolni valakinek? Hát azt mondják, hogy hivatalosan 18 éves kor alatt szóba se állunk senkivel, de szerintem 25 fölött érdemes. 25. Tehát addigra vagy érett ahhoz. Addig minden változhat? Tehát mondjuk lehet, hogy kártyát vesz mondjuk 21 évesnek, és teljesen megváltozik egy pillanat alatt. Nem a változása miatt, hanem lelkileg nem vagy kész rá. Értem. Tehát egyszerűen olyan szinten befolyásolna, hogy hibás döntéseket hoznánk az életünkbe. Vagy annyira összetörne, ha mondanám egy 18 éves kislánynak, hogy hú, ez az első szerelme, de nem vele maradsz, hát összetöröm a lelkét. Tehát mert ő akkor abba éli meg a boldogságot. Aha. Egy jósnő a kártyából tud olvasni, vagy lát is mögé dolgokat? Én nem mondom, hogy nálam hogy működik, jó? Nekem a kártya az csak egy mankó. Tehát kirakom, és akkor tudom én is mutatni, aki előttem, hogy nézd csak, ez ezért van, ez és ez fog történni, tehát mindig mutatom az ujjammal, hogy melyik kártya mit jelent, most még megfejthetjük a tiédét is. Éppen erre akartam működni, itt az idő. De a legelső lapon, ugye a szívkirály lapja van, a középső a te jelölőd, ugye a szívkirálynő, és a párod mellett, ugye, ha a szívkirály és a szívkirálynő találkozik, az azt jelenti, hogy nagyon erős érzelmi kapcsolatról van szó. Ott van a párod mellett a földön túli boldogság, tehát ő nagyon jól érzi magát ebben a párkapcsolatban. Valentin és ott napja. Van a szülőlapja, tehát ez azt jelenti, hogy ugye, mire vágyik a kapcsolat, találkozás, szülő, szülővé válás, tehát hogy mindenképpen mind a kettőtöknek a sors feladatában ez a szülővé válás a feladatunk. Ez egy gyereket jelent ebben az igen, esetben? Igen, abszolút. Hogy lehet még szülővé válni? Párod lapja alatt van az Isten szemem. Az azt jelenti, hogy fönt előre megírt események jönnek, és figyelik, hogy ti hogy reagáltok a kapcsolaton belül is. És sokszor... Most kell jól viselkedni, ugye ez a pont? Most nagyon jó gyerekek legyen. Ez nem a Mikulás, hogy decemberben a játékot kapsz, ha jól viselkedsz. A betegség lap az általában nem betegséget jelent, hanem lelki dolgokat. Nem mindegy, hogy milyen lap áll mellette. Tehát mondjuk a betegség mellett a veszélylap lenne, akkor egy komolyabb egészségügyi probléma várható, és arra vigyázni kell. Hogyha viszont ugye párkapcsolati lappan mellett, akkor lelki problémák, kicsit többet kell, valamelyikötöknek nagyobb igénye van az odafigyelésre. Ki az, Anett?
Rejtély. Tehát soha nem szabad úgy összeolvasni a kártyát, hogy egymás mellett mi áll, mi van mellé írva, hanem ránézel, ha pozitív lapok vannak benne, akkor automatikusan pozitív történések jönnek. Ha negatív lapok... Miket raktál ki nekem ide? Szép király, barna férfi... Csak a fészket látom gólyákkal. Az a párod. A házasság ugye az a maga párkapcsolat, és ott van egy boldogság szülővé válással való találkozás. Itt a 2017 boldog párkapcsolat, ismét anyuka leszel. Kiraktuk az összes kártyát egyébként, ami a házassággal, meg a családban. Ez az érdekes. Nem fogod tudni megúszni ezt a dolgot. Bármit kérdeztek, most kirakhatnánk ezt három, ugyanezt a kérdést három paklival, ugyanaz fog kijönni. Ott ez milyen kártya, mivel ami nagyobb? Ez a cigánykártya, ez az angyalkártya, és ez a jécsinkártya. És mindegyiket tudsz mindenben mondjuk? Én úgy szoktam, hogy a cigánykártya és az igazmondó passziens, amiben teljes ellemzéseket lehet csinálni. Dobjuk ki a cigánykártyát, ez a angyalkártya, az csak egy élethelyzetet húzni. De a különbség, meg kell a cigánykártya, tehát hogy mi a különbség a között, hogy én húzok, vagy pedig te húzol nekem lapot, semmi? Nem szabad nekem húzni, tehát ez a te életed. Tehát a te... Mármint, hogy de most kiraktad nekem. Ilyen jó volt Ági. Azt téged raktalak ki, tehát az azt jelenti, hogy ugye a kérdést ki kell rakni középre. Most megint ugyanazt megcsináljuk, ami a másikkal volt. És megint keverni kell? Megint megkevered. Jó, csak okosan. Olyanokat keverek, hogy már... Csak okosan. Ja, akkor tönkreteszem a kártyádat mindjárt. Mert ugye most azt kérdezik, hogy veled mi fog történni, milyen itt életed. Az alját látom, pap, szerelem. Ha mondjuk valaki a munkát szeretné kérdezni, akkor középre az üzleti ügylapot szoktam rakni, ugye a munkajelölését. Megbolondítottad azt a kártyát, ad vissza. Ne aggódjál. De igazából most az a lényeg, hogy értelmezzük, tehát most ne feltétlen arra menjünk itt rá, csak persze, hogy értelmezzük. Honlap a bulvárlapok címoldalán lesz a... Azért, mert minden egyes kártyára ugraszhoz kell. Micsoda? Minden lapra ugrasz. A családban, áll az égnek. Ott látod ott fölül azt az idős nőlapot, nem tetszik. Az mindig azt jelenti, hogy nálunk idősebb személy, de általában a szülő vagy nagyszülőt jelképez. Mellette van ugye a betegséglap, alatta pedig a házlapja, a te jelölőd alatt. A házbetegség együttállása az kórházat jelent. Tehát ott előfordulhat, hogy egy idősebb rokon kórházba fog kerülni. A betegség tolvaj az műtétet, vagy pedig hosszabb kezelést jelent. Ez nem annyira tetszik ez a cigánykártya. Haradjuk a másiknál, az igazmondó passziásznál. Ez a magánéletről beszélt, ez meg most a családról beszél. Aha. És akkor ugye ott van a tolvaj alatt, a szerencse, az azt jelenti, hogy nem lesz semmi baj. Uh-huh. Tehát megoldódik, rendbe fog jönni. Ellopja a szerencsét valakitől? Lezáródik a probléma, megoldódik a kórházi ápoláson. Ne felejtsük el mondani, a nézőket lehet hívni Ágnest 0-35-15-93-99-es. Szerintem a szünetben Annett még fel fog keresni. Köszönjük. Nem sokára találkozunk. Köszönjük.